Sziasztok! Ma egy olyan receptet próbálunk elkészíteni, ami ismét egy ötlet szülte történet. Nagyjából arról szól, hogy van ez meg az otthon, és mi sül ki belőle, szó szerint véve, hogyha összeöntöd őket. Jelen esetben, amit idézőjelben a hűtőben találtunk, az egy kis maradék csirkemellfilé. Jelen esetben ez, ha jól emlékszem, 27 dekra volt, nevezzük 300 g-nak. Éppen volt otthon egy kis maradék ilyen sűrített paradicsom. Olyás mindig van otthon, remélem mindenkinél, kettő darab talán elég lesz, és a méderes zappehelyliszt aljáról egy kicsit még ki tudtunk kotolni. Plusz fűszerek, meg 3 gerec fokhagyma. Mit tudunk ebből összehozni? Én arra gondoltam, hogy összetúrmixolom az egészet, és nem megiszom, mint Arnold valamelyik filmében, amikor reggel megitt a pizzát, letúrmixolva, stb. Hanem fogom, és olajon kisütöm. És gyakorlatilag egy ilyen csirkelepény kerekedik majd ebből, reményeim szerint. Meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, úgyhogy neki is kezdek ennek a nagyon bonyolult műveletnek. Ugye csirke egyszer bele a tálba, én ezt már apróra vágtam, aztán tojás, egy laza szagminta után bele a tálba. Én szerintem kettő azért fog kelleni bele minimum. Ez sem üdös. Belecsűrjük a fokhagymát, ezt azért vágtam csak egy kicsit apróra, hogy hamarabb elvigye a botmixer. És igen, mielőtt beírná valaki, igen, darált húsból is lehet csinálni, csak kimondom, a Tesco-ba nem hajlandók ledarálni a csirkét, amit veszel. Úgyhogy most kénytelen belőle botmixerrel szórakozni. És ha valakinek a Tesco-nál ez nem tetszik, akkor tegyenek egy húsdarálót a baromfi húspulthoz is, hogy lehessen ezzel szórakozni. És az zappahelylisztet is egy kicsit így, hát azt mondom érzése, mondjuk ez mennyi lehet, egy 30-40 gram. És amire még ugye szükség lesz, ez a sűrített paradicsom, valószínűleg egyébként az egész zappahelylisztet bele fogom csűrni. És vel otthon ilyenkor nincsen konzervnyitó, mert annyira csak a maradékokon érezted, hogy fogod, elvágod a fést, és nekiállsz, mert erős vagy, mert te edzel. És még ezt is meg tudod tenni, hogy késsel kinyitod a konzervet. Tolunk rá némi majorannál egy kis bazsalikomot, mert mindenbe teszünk bazsalikomot, aztán oregánót, hogy olasz íze legyen, vagy valami. Óvatos, meg egy kis őrült fekete borsot is azért el fog bírni. Óvatosba. Egy kicsit elkeverem kanállal, aztán utána adunk neki a botmixerrel. Aztán jól összesütjük. Érzésem szerint egy kis zabliszt, azaz, hogy zappehelyliszt még elfér ide. És, amit elfelejtettem, só. Mert azért só nélkül nem az igazi. Igen, igen, tudom, pohárban van a só, csak kicsit most félkész a konyha, aztán mindenféle ilyen érdekes megoldásokhoz vagyunk folyamodva, de hát nézzétek el nekünk, a végeredménye fontos. Egyébként az illata tök jó, azt meg nem mondanám nektek, hogy mire emlékeztet, de jó. Na és jött a gépesített munka, ami remélem nem dzsugázza össze az egész konyhát. Most, hogy megvagyunk a botmixeléssel, minden hozzávaló, minden összetevő benne van. Így most szépen berakjuk a teflonba. Kicsit elegyengetjük, hoppá. Nem minden jött szét apró darabokra, ezt így látom, mert fokhagymákat látok benne, de egyébként attól még az ízelő gyönyörűen benne lesz. Egyébként ugye a csirke, ahogy ledaráltam, egy icipicit kiszárította ezt a történetet. Úgyhogy elképzelhető, hogy majd inni kell hozzá valamit, de azt is megoldjuk. Jelzem egyébként, zsíradékot nem használtunk. Viszont úgy érzem, hogy itt az ideje egy laza fordításnak. Úgyhogy így is tettünk. Ez még egy kérdés, hogy mennyi darab fog átsülni, mert elég vékonyra van azért kiterítve, szerintem nem kell ki sok idő, csak hát mégiscsak húsról beszélünk. És itt azt lesz érdekes megtalálni, ezt az egyensúlyt, hogy már átsüljön, de még ne száradjon ki.
Nos, miután megkapírgáltuk egy kicsit késsel ezt a lepényt, úgy ítéltük meg, hogy ez készen van, úgyhogy egy ilyen elegáns mozdulattal szépen le lehet emelni erről a bizonyos kis serpenyőről. Hát nem lehet mondani, hogy egy bonyolult kaja lenne, ha meg darált húst veszel hozzá, akkor meg különösen nem az. Az előbb megkóstoltam, remek íze van, mondhatnám úgy is, hogy a fokhagyma, a paradicsom és az olasz fűszerek harmóniája azonnal kiérződik, mert egyébként ez tényleg így van, úgyhogy mindenképp, hogyha épp ez a maradék van otthon, vagy ha nem ez a maradék van otthon, hanem kedvet kaptál hozzá, akkor mindenképp csináld meg. Tök egyszerű, és igazából azt mondom, hogy akár két étkezés is nyilván tessük függvényében, de akár két étkezés is kijöhet egy ilyen kis kajából, amit nagyjából 10 perc alatt el tudsz készíteni, úgyhogy jó étvágyat hozzá!